Sziasztok srácok, én Bála vagyok, és üdvözlök titeket egy vadi új Pokémon Platinum epizódban. Így van, tovább csörgetünk, de még mielőtt elkezdenénk, egy rövid kommentár. Szóval, hát nem látjátok az arcomat, azért raktam ide ezt a képet, mert túl sötét van. Este 10:30-kor veszem fel ezt nektek, de megígértem, hogy amikor csak tehetem, mindenképpen csinálok egy tartalmat, hogy valami ki tudjak tenni a YouTube-ra, úgyhogy igyekszem ezt a jó szokásomat mostantól megtartani, de igazából ez csak saját magammal szemben egy ilyen elvárás. A lényeg, hogy ha tudom rendes, nem tudom, világosban felvenni a videókat, akkor fogtok tudni látni, de ameddig nincs lámpám, és még be se költöztem, ahova szeretnék beköltözni, addig marad ez. Tehát itt vagyunk ezelőtt a... nem is tudom mielőtt. Mi a neve ennek az épületnek? Lost Tower, tehát az elhagyatott torony előtt. És ugye az előző rész végén megszereztük a Defog nevű hámet, amit azóta egyébként meg is tanítottam egy Pokémonomnak, egyetlen egy Pokémon tudtam megtanulni a csapatomból, aki nem is volt már csapatom része, ez pedig a jó öreg Hereveréb, vagy Veréb Here, kinek mi tetszik, ezt a Defogot megtanítottam neki, amivel elvileg el fogjuk tudni osztatni a ködöt a fejekben. Tehát nézzük meg, hogy mi van ebben a toronyban. Ja igen, és még egy dolog, ugye azt is ígértem, hogy ígértem, valószínűleg megígértem, csak nem emlékszem, hogy minden Pokémon, amit ebben a játékban a csapatomba teszek, és végigviszem vele a játékot, negyedik generációs Pokémon lesz, aminek mindenki megfelel, kivéve Ralts jelenleg, de vele az a tervem, hogy Gallade-et csinálok belőle, és akkor az már negyedik generációs lesz. Szóval nem is kell emiatt se aggódni. Király, nem? Na szóval, csapassunk tovább, itt van az első szoba, itt egyébként már lehet random encounter, szóval az első Pokémon, aki benn van, az Vizi Tucker, szerintem maradhat, Gastlyk elő is lazán elbánik. Nézzük az elsőt, így van, egy jó öreg Gastly. Múltkor nem sikerült elkapnom, szóval nézzük, hogy most is bekörszöli-e magát, vagy sem. No, gyorsabb, mint mi. Az igen. Na jó, öreg Water Pulse. Így, de szép. És van időm, van erőm rádobni egy Great Bolt. Nem akarjuk, hogy elfusson, mert nem akarok több Gastlyvel szarakodni. És megvagyunk. Na. Zsír. Ebben nem fogok, biztos vagyok benne, nem fog Gengar csinálni, nincs az Isten, hogy megint Gengarra nyomjam. Pláne azért is, mert megígértem, hogy nem lesz benne nem negyedik generációs Pokémon a csapatomba. Fú, de hosszú mondat volt ez. De azért nevezzük ki ezt a Gastlyt. Legyen a neved. Legyen a neved. Gegger. Jól van. Mehetsz a boxba. És akkor mi folytatjuk a kis lépcsőzésünket felfelé. Na, itt már van fog. Fog. Itt már van köd. Úgyhogy nézzük meg, hogy Hereveréb el tudja oszlatni a ködöt. Ó, teljes mértékben megsemmisítettük a fellegeket. Itt viszont már egy... ja, ez volt a Kleffás csáva, igaz? Írjam, hogy be kell lesnünk biztos. És akkor itt van a... és igen, a következő tréner. Akivel meg kell harcolnunk, az nem más, mint Pokémániás. Pokéfan, bocsánat. És egy Pichu. Nem hiszem el, mindig ilyen elektromágneses Pokémonok ellen hozom be szegény vízitaknyot. Sweetkiss, ezt már múltkor megtanultam, hogy a Critical... ja nem, ez Confuse. Az más volt, amit én gondoltam. Viszont saját magunkat vágtuk szájba. Nyomjuk, könyörgöm. Ez az Mud Bomb. Ez hihetetlen, egy Mud Bombbal kinyírtam. Nagyon jó. 85 XP megy, még egy Pichu, hát akkor switchelünk. Nem bírjuk már ezt ki. Hát menjen uborka. Nyomasd neki, két szintes kirja lesz belőle, úgyhogy ezt már csak kibírjuk. Szegény borzasztó gyenge még rácként. A Lucky Chant az az, ami a kritikáloknak az esélyét csökkent. És kaptam megint egy Sweetkiss-t. Természetesen betalált, uborka is confused. És Confusion-t, ha Confusion tudja használni. Berry, ne szívas. Citrus Berry-t ad a picsujának. Jajisten, nagyon nem szeretek Confusion-ni, és kaptam a Thunder Wave-et is egyből, remek. Jajistenem. És ő is megkapta a Synchronize miatt, hát gratulálok öregem, hogy ezt a választást hoztad meg. Na, most imádkozzatok, hány körbe fog telni, mire elnyomhatom a következő Confusion? Egy kör. Még egy Sweetkiss, nyilván, természetesen. Nagy már könnyebb legyen az életünk. Na, Confuse és Paralyze mellett
saját magunkat vágjuk szájba. Itt a nasty plot, tök jó, felviszi a saját specialeteket, nagyon jó vagy. Nyomjad, ez az! Harmadikra, jól emlékszem, harmadikra nyomta. Borzasztó kevés X, és van egy Pikachu-ja is, na jó, most már nem bénázunk. Kivel tudnám leghatékonyabban eltávolítani? Nézzük csak Anus Rózsát. És kedvenc képességünk a Jaija Drain. Szerintem, júj! Mi volt az a sok szívecske, gyerekek? Itt teljesen új dolgokat fedezek fel. Menjen a specialetek, Double Team, na itt lehet, hogy lesz baj. Nem akarom elpocsékolni a jó öreg Jaija Drainünket, és pedig elfogom. Slám. Megint misszelek. Ne már, Jézusom. Szana szétszivat, gyerekek, szana szétszivat, annyira lassú vagy, és megint misszelek. Egyetlen egy Double Team-et nyomol, és azóta azt nyögöm. Kritikál hit, most paralyzed vagyok. Na még egyet próbáljunk meg. De így tehát nem fogom tudni lezúzni, egész biztos. Jó, oké, te vak vagy. Anus Rózsa bedugta a saját fejét a seggébe, és nem lát kifelé. Úgyhogy nem tudom, már harmadik Pokémonra cseréljük. Mert ugye megy majd az XP szegény kis rálcunknak is. Hagyjad már ezt a Double Team-et. Úristen, de idegesítő. Persze, hogy misszerű. Na, első. Második talál már be, nem. Három. És kapom a Thunderőt, Istenem. Nem bírom ezeket az elektromos tínereket, teljesen kiborítanak. Nem is az, semmi olyat nem csinálnak, tehát alig bír levenni tőlem HP-t, de egyszerűen nem lehet velük semmi se kezdeni. Rohadt Pikachu. Na végre az első bite. És egyből kinyírta. Na hát ezt megérte megvárni. Bufasza azért oda söpör rendesen. De ez valami borzasztó, az a gyalázat mit művelt velünk. Szörnyű. Gyorsan felgyógyítom magam. Na, mivel annyira lusta vagyok, ezért felgyógyítottam magam, és nem mentem vissza a Poké Centerbe. De hát van pénzünk, nem? De. Úgyhogy szedjük csak szét azt a ködöt. Oszlassuk csak el. Itt már egy csomóan vannak. Aha, itt lesz két darab 2v2 is, illetve hát igazából 2v1. És a két Pokémon-t használtak. Ponsley ideális ellenfél végre vízi takkernek. Remélem, hogy szintet is lépünk vele is hamarosan. Még 7 darab szint kell, mire Gastrodonnál válik. Köszcsá, mennyi X-t kapunk? 200-at. 166 csak. Oké, nem gáz. Ubi viszont szintet lépett, nagyon nagy. Egyébként tök érdekes, mert... ezt nem gondoltam teljesen át. Cowboy kalaposok. Szóval érdekes, mert... ez a Shellos is nekem olyan szenvedős egy kicsit. Tehát nagyon lassú, viszonylag kiszolgáltatott, de már vannak ground move-jai, ami most például pont jól jön nekem. Tehát ilyenkor meg aztán örül a fejem, mint az állat. Rocksmash-sel megpróbálom az egyik ponitát megfektetni. Lehet, hogy mind a kettő ugyanazt kellett volna támadnom. Kapott két stompot és flinchelt is szegény makiverem. De jó gyorsak ezek a poniták. Ha most kapok megint két stompot, akkor vége lesz, mint a Twin Peaks-nek, de megpróbáljuk megelőzni, hogy megpáncsa. Aha, hát ez nem vesz elég. Így, gyerekek. És még egy... De most Gastrodon. Shellos kapja a stompot. Volt még Pokéja ennek? Egyébként nem könnyű ez a játék, gyerekek, összintén szólva. Meg vagyok egy kicsit ijedve, hogy itt mi lesz. Végre elhallgatott az a rohadék. Riasztó. Nézzük a feintet, meg akarjuk-e tanulni. 50-es power, 100-as accuracy. Aha. Szóval a protected vagy detected használ az ellenfél, akkor is meg tudjuk ütni. És ezeket a move-okat le is szedi az ellenfélről. Mivel ez nagyon ritkán működik, szerintem inkább feladjuk. Nem hiszem, hogy nekünk olyan nagy szükségünk lenne rá. Ja, rosszat nyomtam, bocsánat. És akkor hát... nem tudom. Nyomok egy Mud Bombot, és megpróbálom leváltani mondjuk... mondjuk Ubira. Kap egy stompot, akkor megfejlem a monitort. Gyerekek, nem tudom kommentálni, ami történt. Az a baj, hogy messze van a monitor, szóval nem halltátok, amikor megütöttem szerintem. De hát ebbe belemásztam nagyon, ebbe nem belenyaltam. Nagyon zseniál, akkora agy vagyok, hogy őrület. De van egy revive-on,
kell az XP, úgyhogy itt ez minden pénzt megér, illetve healelni is fogok, mert a franc akar visszamenni. Gyere, Maki, verem. Jó, akkor szuper, ez most megvolt. Szedjük fel ezt a labdát, mi van benne? Return, nagyszerű. Sok hasznát nem fogom venni. Akkor itt egy szerelmes pár, akit le kéne judózni. De a fene se tudja, hogy mit fognak hozni. Szerintem ebből nem lehet baj. Nézzük meg Ánusz rózsát. Titiritirintim. Bírom ezt a zenét. Nagyon megígéző. És lássuk, ezek nagyon szeretik egymást. Murkrow és Misdreavus. Azt a 700-et, szóval Dark és Ghost. Hát... ezt a Water Pass-t megpróbáljuk szerintem. Kitüntessünk el először. Talán Misdreavus-t. Jaija Drain, legjobb. Úristen, mennyi életünk marad, gyerekek! Úristen! Hát én mindjárt szívrohamot kapok, és szerintem a Murkrow is tudtam. Megsemmisítették Ánusz rózsát. Ez a játék fokozottan, tehát sokkal nehezebb, sokkal jobb az AI benne, mint a többi játékban, amit valaha játszottam Pokémon. Esküszöm, tehát például a Pokémon X az ennek a szöges ellentét, ott a legbutább dolgokat csinálja az AI, de például osztatnék más játékkal is. És hozzám már megint Mufasát. Jó. Ezt mindig őt használjuk, de ezt nem tudok úgy csinálni. Annyira jól jön az áram. Meg hát az ő nyers ereje. A gyorsasága. Misdreavusnak annyi. Az sima. Sima liba. Baszki. Jó, de legalább a defense az megvan. Tehát az armor szinten jól működik Shellos. Olyan, mint Shackle egy picit. Mert annyira nem durva. 130, 130 és 262, és itt a Water Pass. Remélem, hogy nem lesz valami boss ennek a tornak a tetején, mert én vér fogok pisálni szerintem. Szintlépés is megtörtént. Gyerekek, itt lehet, hogy grindolásba fogunk kezdeni egy idő után, mert... egyből Wild Encounter. És egy Golbat. Hát, én Golbattel nem szívesen állok ki. De... legyőzöm, és szerintem visszamegy gyógyítani, aztán itt találkozunk. Visszaértem a toronyba, és most azon gondolkoztam el, azon morfondíroztam el, hogy mi a turónak... wow. Mi a turónak kell ezt a ködöt eloszlatni? Tehát, hogy ebből nekem valami jó származik? Nem igazán tűnt fel. Aha, viszont itt a csata közben van valami gevasz, úgyhogy ezt kíváncsi, hogy meg akarom tapasztalni, hogy ez valójában mit számít. Egyelőre... ez engem nem sebez, vagy én nem találom el szerintem nehezebben az ellenfel, de a Gastly az kétszer is misszelt. Úgyhogy ez lehet, hogy az ellenfelnek is rossz, hogyha esetleg rossz. Lehet, hogy csökkenti az accuracy-t. Ez az, Ubi! Gyere, Ubi! Végre, gyere, uborka. Buborka. Egyetlen egy evolúció már csak geléd. Wow, csinike vagy nagyon. Még mindig túlzottan lányos az a Pokémon fiú létére. Na se baj. Tehát amikor ez a level 20, ez itt sok minden lesz. Itt ez a Pokélabda, amit nem vettem még fel. És a revive van benne. Hogy tudta a játék, hogy mit használtam el? Nyilván nem a játék tudta, de ez azért vicces. Tehát itt most át fogunk sasszézni, és remélhetőleg nem találkozunk senkivel. Jó. Cool. És akkor itt most van két nagyi. Én benyomom ezt a defogot, mert én nem akarom, hogy ezt megszívjam. Nem akarok wipe-olni. Ez egy nagyon fontos cél. Ha már nem nádlok, legalább ne vájpoljunk. Szóval itt van két sír. Oké, eltűnt... ja, hogy ide kellett. Eltűnt a köd, és eltűnt minden kétség a szívemből. Köszönöm szépen, ne légy! Szégyellős, fogadd el. Spelteget kaptunk! Na, ez azt hiszem a ghost move-okat növeli. Fantináról beszélnek, ugye volt a gym leader, akit legyőztünk. És azt mondják, hogy egy rendszeres látogatója ennek a sírnak, vagy ennek az emlékhelynek. Nincs negyedik generációs Pokémon, amivel itt tudnék találkozni? Olyan jó lenne már, nem csak Gastlykkel összefutni. Na jó, van, ugorjunk. Találkoztam egy Duskellal a lefelé menet, és megpróbálom elkapni, mit szóltak hozzá. Ez miss. Foresight, ez fájni fog. Két kör múlva nagyon meg fog csapni. Én be kellett volna nyomnom azt a defogot. Na, lehet, hogy ezzel viszont leviszem az életét csúnyán. Confuse, ez az. Ez a legjobb.
csapd meg magad, azaz. Rossz fiú, rossz lány. Inkább lány. Szóval nézzük, hogy be tudom-e csicskíteni egy pokilabdával. 1-2-H. 1-2-3. Nice. Elkaptuk Duskull-t. Ghost Pokémon, tök jó vagy. Mi legyen a neve? Legyen a neve mondjuk Duki. Nos, gyógyítottam a Poké Centerben, és szerintem hasítsunk tovább felfelé. Oh, wow, nem tudok átbringázni ezen. Itt 210-es út. Oh, csomó berry fa. Ezeket most hagyom, igazából nem hiszem, hogy nagy szükségem van rá, minden bevásároltam. Egy Hoothoot. 20-as szintű Hoothoot. Ugye a Pokémon Silverből, hogyha éjszakára állítod a játékot, akkor ez az első és egyetlen dolog, ami szembe jön veled. Mondjuk azok általában kettes szintűek. Egy kritikál hit beficcen, gyerekek. Azt a csicska XP-t, te jóisten. Nézzük a második random encounter-t. Ez egy Roselia. Hát, ha már itt van, akkor őt is elpakolom. Aztán folytatjuk. Kell az XP, gyerekek. Na, gyerekek, futkározzunk. Ó, oh, ott lehet, hogy fel tudok menni. És itt van egy Staravia is. Folyamatosan ezek a dögök jönnek. Ugyanaz a történet. Na, skippeljük ezt is. Jéj! PvP! Sajnos fél élete van szegény Shellosnak. Nem biztos, hogy ki fogja bírni, és Ponyta ellen, bakker, ki kéne bírnunk? Jesszusom, nézzük meg, hogy egy stompot kibírunk-e. Fire Spin! Érdekes, nagyon rég láttam ezt a move-ot. Semmit nem fog levenni. Nagyon gyenge, de ugye bekerít egy ilyen Vortexbe, szóval igen, látjátok, ez most le fog venni 4 darab HP-t. Ember, az igen, az a másik remek húzásod. Tehát mégiscsak összejön. Takonya. Sok-sok, nagyon sok Ponytát láttam itt. Nem tudom mihez kötni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy választják ki a játékkészítői, hogy most pontosan milyen Pokémonok vannak. Itt is a fűben elvileg Ponytákkal találkozhatok. Naktula, Hoothoot-tal, Roseliával és Scyther-rel is. Van 5% esélyem rá. Este. Úgyhogy este és délután. Úgyhogy én most itt cserélek. Mert itt nagyon-nagyon sok minden van, de legtöbb az szerintem Roselia lesz, és az a sok XP. Nem tudok megmozdulni, gyerekek. Akkora a fű. Geodude. Öregem. Nem kaptam még el. Ha túlélsz egy megpáncsot, akkor elkaplak. És túlélte. Ez a megpáncs tényleg nem jó. Sőt, más... ez fájni fog. Íh. Sokan mondtátok, hogy lehetséges, hogy nem amiatt van az, hogy rossz a megpáncs, hogy a move rossz, hanem hogy Makiverennek nagyon rossz a nature-je. Lehet, hogy igaz. De hát nem tudok vele mit kezdeni, mert Makiverem az egyetlen kezdőm, és nem kezdtem amiatt új játékot. Elkaptuk Geodude-ot! Yay! Na, hadd megyek föl ott! Yay! A francba. Na, sikerült. Gyere, hívjál ki egy meccsre! Nem akar. Akkor én most itt körözzek? Vagy mi a túró? Itt nagyon nagy a fű. Ott is van egy tréner, azt is megpróbálom. Még egy Geodude. Megyünk tovább, és megnézzük, hogy ez a hölgy ez harcolós kerébe van-e. Jéééé, TM51, Hereszt, nem? Nézzük csak meg, mondjuk ezzel nem fog sok mindent csinálni. Roost! Wow, oda tudnám menni valami madárkának. Na mindegy. Nagyon sok itt a random encounter. Aszta! Ez tök shiny-nak néz ki, nem? Nézzük már meg. Ja, gyerekek, megnéztem, nem shiny, csak nagyon fényes ebben a generációban a Naktól. Fú, gyerekek, nagyon ki fogja porolni a seggemet. Nagyon durván. Úgyhogy át is váltunk Mufaszára. Gyere, Musu! Tedd helyre! Igen, mert a shiny-nak sokkal sárgább színű a teste, és szabályszerűen piros színű a szárnya. De a shiny is akkor se érdekel, tehát én sose voltam ez a nagy vadász. Na, le is ment. Uborka szintet lépett, nagyon nagyszerű. Menjünk és nézzük meg azt a dupla csatát. De még mielőtt ebbe belevágunk, szerintem cserélek. Hogy legyen, gyerekek? Kéne az XP nagyon.
úgy döntöttem, hogy benyomok egy Super Potion takonynak, és takonnyal fogom veretni. Ez a mondat nagyon jól hangzott. Switch, és akkor takony is Janus Rózsa lesz a két delikvens, akikkel nekiválunk ennek a 2v1-nek, és nézzük, what happens. Azt mondja, hogy ponitas, rapides, úristen! Janus Rózsának GG lesz, hogyha benhagyom. Basszus, ezt a Raindance nagyon el kéne csűrnöm. Nincs más water move-om az a baj. Csak nem írják ki egyből, jó? És akkor Rózsikával meg szerintem elpárolgunk egy másik vidékre. Jó, behozom Musut. Nagyon nagyot fog kapni valaki itt a csapat. A rapides gyerekek, rapides! Még szerencsére az Intimidate az közbeszólt, úgyhogy annyira sokat nem fognak támadni. Jó, rapides az sima Fire Spin-ja, és kaptam egy stompot azért a számba, és nem flincheltem, ez az. Jól van. Remélem, hogy ez... de jó nekem ez a Fire Spin. Remélem, hogy megadja a kezdőlöketet nekik ez a Rain Dance. És mit nyom meg, gyerekek? Sparkot próbálok nyomni. Rapidest el akarom távolítani. Flame Wheel, ez viszont már durva. Jó, nem vészes. Könyörgöm, ne flincheljek! Nagyon jó lenne, ha tudnék egy Water Pass nyomni. És flincheltem. Természetesen. Rohadt életben. Nagyon le akarom nyomni pedig. Hát ilyenkor már mindegy, azt a rapidest azt el kell távolítani. Így is, úgy is. Gyerekek, épp hogy túl fogom élni. Épp hogy. Ez az. És akkor ott a Water Pass 100%-ig kinyírja általánál. Kapom a nagyon sok XP-t. Yes! Hogyne. Megpuszult volna ez a Rain Dance nélkül, és csak rapidest akartam kicsapni a nyerekből, de hát így jött ki, gyerekek. Na jó van, szerintem a következő időt fogom folytatni, mert beesteledett nagyon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Igyekszem a következő részt minél hamarabb tálalni. Remélem, hogy nektek is tetszett. Amennyiben igen, csapassatok egy nagyon vidám lájkot. Hogyha pedig nem tetszett, akkor megtehetek a dislike gombot is. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket!